A NAPRENCZER REGIONÁLIS RÁDIÓ És tűnt a a Parallaxisba! Parallaxis Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja! tudományos és fantasztikus beszélgetések színművészekkel az ntv.hu archívumából. Ez itt a Parallax és Annó, az MB Media beszélgetős podcastje. Sok szeretettel köszöntjük mai vendégünket, Barabás Kis Zoltán, szervusz! Szevasztok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor csapjunk is a lovak közé. Hogyan fogalmazódott meg benned a gondolat, hogy színész legyél? Hát ez egy jó kérdés. Ö, elsős volt, amit nem messze a, akkor Hámánkatonak hívták, most Naimannak, számítógép programozó szakközépiskola volt, folyamat szervező szakág, és ott el, el, elsős volt, amikor volt egy ilyen építőtábor, ahol ugye az ember hülyeskedik, 600-an voltunk, és akkor ilyen kis műsort csináltunk, és úgy sikerült egy magamnak megrögtetni, hogy a 600 embert hogy egy 20 percen keresztül, hogy paradizáltam a tanárokat, meg ott a diákokat, meg magát a munkát, vagy a szőlőt kapáltuk ki a földből bár szedni kellett volna, és ö, valahogy akkor úgy megfogalmaz, akkor elmentem, akkor még volt kész, ott elmondtam verseket, aztán rádöbbentem, hogy olyan pöfe voltam, hogy csak így tudtam beszélni, és akkor mondták, hogy ez nagyon szép, csak hát pöfe vagy. Úgyhogy aztán eljutottam a Palladiumba, ahol a Vaspéter Péter vezetésével ott volt logopédus társzánár, két évig képeztem magamat, az operába pedig statisztáltam az iskola mellett, és utána felvételiztem a főiskolára, és felvettek. Hogy éreztem magad a főiskolán? Vannak-e milyen emlékekkel? jöttél A főiskola emlékek. Hát most éppen nézegettem a videókat, úgyhogy ja, megnéztem az első éves vizsgánkat, a évvégi vizsgát. Akkor azt úgy néztem meg a videót, hogy ezt a borzadályt ma meg, ma meg úgy néztem meg, hogy voltak benne már jó dolgok. Úgy nézhető. Úgyhogy most vagy én, én lettem hülyébb és igénytelenebb, vagy megbarátkoztam ez alatt a 89, 16 év alatt magammal, vagy annyit töregettem, hogy jó volt nézni magamat fiatalon, szóval nem tudom, valamitől úgy még tudtam nézni. A főiskola amúgy nagyon jó volt, nehezen indult, ugye sok stressz, meg teljesen más, de én nagyon élveztem, abszolút kirántott abból az életből, amiben voltam, hogy reggeliskola, és akkor utána intő, vagy egyest kapsz, vagy nem kapsz, ez teljesen más dolog, és én ugye akkor 18 éves voltam, amikor fölvettek, 19 is, és hát teljesen más világ volt, belekerültem egybe a egyből a madácshoz kerültem, és hát ez nekem fantasztikus volt, és egy idő után az osztálytársaimmal is nagyon jó lett a kapcsolat. Hogyan kezdtél el szinkronizálni? Hát ez úgy ment, hogy akkor még a panónia volt, akkor nem volt még ennyi szinkronstúdió és akkor volt, aki már a Borosz aki már gyerekkora volt a és akkor mondtam a Zolinak, hogy figyelj le, egy kis zsebpénz, hívjanak már engem is És akkor fölmentem vele egyszer, akkor kaptam ott egy tekercset, vagy tömegeztem, és akkor utána úgy az ember megtanulta egy a szakmát, mert azt nem árt azért megtanulni, ott a tömegezés alatt, meg ilyesmi. És utána akkor így kaptam kisebb szerepeket, nagyobb szerepeket, és utána akkor megtanultam a dolgot, és így. Színpadon, főiskola után, melyik volt az első nagy szereped, nagyobb szereped? Hát én egy nagy beugró voltam akkoriban. A legelső, azt hiszem másodikos volt, ami játszottuk az üvegcipőt. A Huszti tanár úr volt a főszereplő, meg a Györgyinusi, És a harmadik felvonásban benne voltam másodikban, és akkor egy papot játszottam ott, azt hiszem, a, 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 nem vagy fényképész, nem tudom, mindegy, lényegtelen, a harmadik a lényeg. A harmadik felvásárló Lőte Attila volt a kapitány, aki az egészet végig beszéli nyomoz közben, mindenkihez kérdez, igazgatja ott az időket, hogy hogy volt ez, mint volt ez, és akkor szegény Attila ugye ő, szíves, egy kicsit beteg, és néha úgy rosszul lesz. És amikor rosszul van, akkor neki le kell feküdnie. Na most egy darabban, ugye a harmadik felvonás nélkül az elég csonka, és akkor a szírtes tanár mondta, hogy én már ott sminkeltem kis borul, az első három mondatot mondtam én a harmadik felvonásba. Hogy igen, üljön vissza a helyére, ezt iktatom, és akkor fogja be a száját. Jó? Na. Ennyi volt, és akkor én végigültem az egész felvonást, hogy jobb oldalt, mint írnak. Úgyhogy hallottam az egészet, és akkor lehívtak, hogy rosszul van az Attila, hogy csináljam meg. Kautsky Armand bement, bejelentette, hogy egy főiskolás fog beállni, mert én kezembe adták a példányt, és hogy akkor csináljam. Na most el is kezdtem én ezt a beugrást, példányjal a kezembe, de ugye nagyjából tudtam, a poénokat ugye tudtam, mert az benne volt az ember agyába. És van egy nagyon jó sugunk a Tarmari, aki úgy súgta előre mindig a mondatot, hogy a harmadik, negyedik mondatnál az Enteferi bácsi voltam főírnok, vagy nem tudom, és akkor letettem el, na ezt iktassa, jó? és akkor hogy mindenki ült a padon, a kismerő 20 így ültek sorba ott, a, és néztek, hogy hát most letette a szöveget. Ebből mi lesz? És akkor hogy a suga után szépen ment, teljesen jó volt, és az ember milyen utána a taps is lement, és akkor fölmentem utána az öltözőbe, és egy ilyen húsz percig remektem ott, hogy jé, akkor jött ki az egész izgalom. Úgyhogy így kezdődött, és akkor ez volt, akkor utána voltam. Mm, jaj, melyik darab volt a Dr. Herc, abban megkaptam, amire már főiskolásként vágytam a Vinetú szerepét, úgyhogy az volt az első énekes táncos szerepem, és akkor onnantól már jött a többi. Első nagyobb szinkron szereped? Első nagyobb szinkron szerepem, nagyon is emlékszem rá, az román tévéfilmeknek az egyik kimagas alkotását, a Rémszar volt, a, jaj, bocs, ezt meg kivágjátok, a Homokos part volt, és abba voltam én a tolvaj, aki nem tolvaj, de hogy mégis rá akarták bizonyítani, de aztán mégis valahogy kimagyarázta, sokat ordibáltak velem, meg én is sokat ordibáltam, és ez volt az első nagy szerepem. Hogy csöpentél bele a vészhelyzetbe, hogy ott Benton doktor voltál? A vészhelyzetbe úgy, hogy akkor már elég sokat szinkronizáltam, és a Tomasevi Zorka rendező, a habitusom alapján adta nekem ezt a szerepet, hogy én is olyan vagyok, hogy a munkába száz százalék, a magánélet, meg minden, főleg akkor, azóta, hál' Istennek, sinem van, akkor ilyen csapodár voltam, fiatal, tehát a munka a száz, minden más az el van hanyagolva mellette, és így ezért kaptam én ezt a Benton Dokinak a szerepét, akit hát már meg nem mondom, de több éven át, nagyon sok évig csináltam, és nagyon szerettem csinálni az egész sorozatot, az elején voltam ugye az Alföldi Robival sokat kettesben, mert jó volt a kárter, és ugye így szét van szedve, hogy lehessen dolgozni, mert nem minden, mind a tizen ott állunk a mikrofon körül tőlünk, hogy mikor kijön, hanem így kettesével szét voltak szedve, és akkor a, robbival Robival nagyon sokat voltunk több évig így a mikrofon előtt, és akkor én ugrattam őt mindig, meg cikisztem, és akkor, amikor cikisztem, akkor is, amikor nem volt éppen miért, de akkor minden Szóval le voltunk, jó volt, jó hangulatú dolog volt. Van olyan szinkron szereped, amire szívesen emlékszel vissza? Hát, megmondom neked őszintén, nagyon sok van. Például, ami abszolút nem az én karakterem, mert általában én a fizimiskám alapján ilyen nagy gonosz szakat szoktam. Tehát minden gonosz az általában, hát nem minden, de úgy nagyon sok gonoszt szinkronizálok. De volt egy a, fú, mi volt a kul kultúra? Kultúra volt ez a. És abba volt a fickó, aki a főszereplő, és annak voltam én a magyar hangja, és ez egy teljesen más figura, egy idétlen, nem megeszi a fehér a kígyónak, hogy megmutassa. Szóval ilyen, és azt például nagyon élveztem a munkát is. Moziban ment, ugye, az moziba, és a, a, azt, azt élveztem arra, hogy emlékszem meg, meg nagyon szeretem még, a, amikor ilyen gyorsbeszédű fekete bőrűeket szinkronizálok, mert akkor az is egy teljesen más technikát igényel a szinkronba, és mi volt ez a Jackie chan nel ami volt a... Igen. Na őt, öt. öt csináltam a, 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 párosba, az első részbe. Csúcsformában. Csúcsformában, azaz. Na szóval ennyire vagyok képben ezekben. Az az igazság, hogy az azt se tudom néha, hogy mire megyek be. Meg, hogy csak elém szöveg, víz, amikor filmen látom, vagy moziba, hogy várjál, ebbe szinkronizáltam. Várjál? Igen, az leszek. Igen. Így. Gávölgyi szóba szoktunk látni téged mostanában. Hogyan kerültél ebbe bele? Hát én csak gondolom, hogy hogyan. Ugye a, Jani az ott játszik nálunk a színházban, Gálógyi János, és több darabban is voltunk együtt. És hát gondolom ez az ő songosora, és akkor ő mondja meg, hogy kivel szeret dolgozni, vagy kivel akar, és akkor így kerültem én bele, hogy szerintem szólt a gyártásnak a gyártáshelye volt engem, Ez volt az ördögi kör, úgyhogy a Jani keresztül vagyok én ebbe benne. Hál' Istennek mindig. Nagyon szeretem, mert ugye mi elég ritkán forgatunk filmeket szeretem az ilyen bózatokat, szóval szeretem csinálni nagyon. Egyszer csináltatok egy vészhelyzet paródiát is. Igen. Milyenek az emlékeid avval a kapcsolatban? Fú, hát pff, meg kell mondanom, hogy olyankor jön rá mindig az ember, hogy azért így tévé látni, hogy az milyen profi működik, azért az elég nehéz úgy csinálni, mert ott aztán annyi minden van, meg orvos, és ott voltunk bent, ráadásul kórházban, meg minden. Hát nehéz ügy lehet. Megmondom őszintén, ott mindig csak a poénokra számít, tehát nem kell egy átfogó dolgot csinálni, beállítjuk izé, nem, nem jó kórházba lenni, még így se, hogy az ember hülyéskedni vagy oda megforgatni. Nem szeretem a kórház szagot, úgyhogy nem. De most forgattunk megint nyár elején, az még nem ment le, az is egy ilyen vészhelyzet paródia lesz a Gálvölgyi Sóba, de azt még azt nem, nem adták le. Az meg ott a balesetén voltunk, hát az is borzalmas volt. Mert egy az, hogy nagyon kosz volt. És ugye általában a, a gávöldi Sóban milyen szerepel? Tehát milyen visszajelzéseket kapsz? Hát mivel az embert ugye hiába játszom havi 25 színházba, a, akkor is mennek meg a bárhol, amikor a gávöldi Sóba volt a belőző este, és akkor van mindenféle bekiabálás, vagy olyan szerep, vagy a vagy hogyha valami poén után múltkor volt valami, és ha közértbe utánam szólt valaki, már meg nem mondom, hogy micsodát, valami arra a poéra volt, izé, és néztem rá, és nem értettem. És azt hitte, hogy én, én vele hülyéskedek, hogy, 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 hogy megjátszom magamat. És hazamentem, és a feleségemtől kérdeztem, te azt mondták itt a közül, azt persze, tegnap óta, mert nem, ja, ugye nem is láttam, mert nem, nem is figyeltem. Ten tegnap óta, és ja, mondom, aha, jó van. Na, hát akkor ennyire vagyok képbe a dologban. Szóval akkor úgy meg, megismernek, de én szeretem csinálni, és általában ott is ilyen nagy darab málékat, vagy nagy erős embereket játszom. Ö, a hangod alapján is nyilván föl szoktak ismerni, volt evel kapcsolatban valami történet? Te érdekes a hangom alapján nem. Sőt, hál' Istennek, vagyis ezt azt mondom, hogy ez alakul a szerepekhez az én hangom valahogy tehát ez ilyen automatice, mert abszolút nem szoktak a hangom alapján felismerni, inkább, hogyha kártyával fizetek a nevem alapján. <laughs> Kérdezik meg, maga az? Mondom, igen. És akkor, de úgy, hogy a hangom alapján nem, teljesen más, hogy, hogy beszélek életbe, máshogy beszél mikrofon előtt, máshogy beszél az ember színpadon, máshogy egy szerep alapján, azért mondom, hogy egy fekete bőrűnek máshogy mondod, máshogy artikulálsz, máshogy veszed a levegőt. Szóval annyi minden összejátszik. Meg hát ugye nem vehetem akkor a levegőt, csak akkor, amikor az a szerencsétlen veszett a képernyőn. Tehát ez, 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 ez ettől változik az embernek a hangszíne, a, a stílusa, minden. Játékfilmben vagy sorozatban szerepeltél már? Játékfilmben vagy sor. Hát játékfilmben szerepeltem, sok játékfilmben. Most például egy olasz játékfilmben szerepeltem, egy kétrészes két olasz filmet forgattak tavaly egy évvel ezelőtt itt nálunk, ami már Olaszországba le is ment. Ez egy ilyen második világába utáni dolog volt, hogy ott a... NSK, NDK, hogy félbeszakították, fölhúzták a falat, és akkor ilyen olasz diákok, egy az egy igaz történet, ketté szakadt, egyik csapat itt maradt, másik ott, és akkor furtak egy alagutat, és átmentek, és a NBC-nek van eredeti felvétele a történetről, megjelent egy könyv is. Na, nem akarom hosszú lére elreszteni, abba játszottam, nagyon sok magyar jó volt benne, kettő, vagy három olasz színész volt, és a többi mind magyar volt, és nagyon jó volt a film, most megnéztem. Magyarul kellett játszanatok? Magyarul kellett játszanunk, igen. És ők meg olaszul, és utána, utána rátettek nekem egy ilyen e szicíliai gangster hangot, egy ilyet e tettek rá. És furcsa volt nézni, de hát ott, ilyen, ott is ilyen izomember volt, én ásta, azért vá... mert az ott az alagutat, és akkor mm, ez a hang hozzá, eleinte furcsa volt, de úgy ment, ment hozzá, úgyhogy nem volt rossz. Sok külföldi filmben szerepeltél már? Hát a sokat nem mondanám, egy párban szerepeltem. Meg magyar filmben is. Hát ugye, amikor kikerültem a főiskoláról, egyből a szegény Zsózsévának az utolsó filmjében, a Csikosban én voltam a címszereplő, ugye, mert lovagolok, meg énekes volt, énekes szerep volt az, és abban voltam én a címszereplő. Tehát ahogy kikerült a főiskolára, most a Pekham az, hogy ez, ez pont egy olyan film volt, amit megnéztek, de Ugye nem, nem, olyan monumentális volt, mint például a Fekete Város, vagy valami. Tehát így nem lettem egyből híres, befutott színész. De most például játszottam, nagyon érdekes sztori, a Fekete Kefébe, ami most a első lett ugye a filmsemlén. Na most, ha megnézi valaki a filmet, a főcímben fog rám ismerni, hogy én voltam benne, vagy a hangom alapján, mert ugyanis úgy vagyok benne a vállalkozó, hogy sok, sokat beszélek benne telefonon, úgyhogy hallgatják, amit én mondok, vagy háttalálok, vagy a kezem látszik, miközben beszélek. Úgyhogy e, így szerepelek a filmben. Volt már olyan külföldi film, amiben szerepeltél, és utólag te szinkronizáltad itt Magyarországon saját magadat? Nem. Hát olyan nem volt, olyan még nem volt. Hát hogyha bejön majd ez az olasz film, akkor gondolom megkapom a saját szerepemet. Nem biztos, de lehet, és akkor fogom csinálni magamat. Tulajdonképpen magamat így a utószinkronokban volt több azért magyar mozi, amiben saját magamat kell utószinkronizálni. Hát szerintem az a legszerebb. Visszatérve a ö, sorozatokra, szerepeltél magyar sorozatban? Hú, igen, erről kitértem a válasz elő, mert hogy nem. Mert hogy nem, még nem. Nem. Pasikban nem voltál? -e? pasik. Hát a pasik, úgy volt, tehát én, ja, én úgy értettem a szereplést, hogy fixen volt. A pasikban is voltam, persze, hát ott is a Jani, meg a Bajorin. Bajor Imrével, a Imivel is jóban vagyok, és, és hát abban is voltam több figurát csináltam. Sőt, annak idején a familiában is voltam párszor epizód szereplő, aki mindig úgy jöttek be az most játszák az, az, egy csatornán, és nem tudom, hogy itt ki lehet -e mondani. Ki lehet itt mondani? melyiken játsz? Mindegy. É, <laughs> <laughs> és már várom, hogy jöjjek, mert azok hát elég régen forgatták, de nem tudom, majd meg, fogom látni, nem tudom, majd kiderül. szoktad e reklámokhoz adni a hangod? Persze, hogy szoktam, nagyon jól fizetnek. <laughs> de szoktam, igen. Hát sokféle reklám volt már, most így hirtelen volt a olimpia alatt, volt a Fiat, ők beszélnek róla, ami meg nem tudom, mi volt a szignája, mindegy, de az minden nap volt, hogy az olimpiai közvetítések alatt. Jó zene volt alatt, azt tudom. És hát az elektrovördnek vagyok én a fix hangja, hál' Istennek, amit mindig van, ugye ünnepek előtt, vagy ilyen karácsony előtt, akkor sokat mondok nekik. És akkor mindig mondom én. Elektrovörd! Többet, kevesebbért! Így. Van színpadi szerep álmod? Színpadi szerepámom. Ezt meg szokták kérdezni mindig, és mindig azt mondom, hogy nincsen. Sajnos ebben a mai világban nincsenek olyan. Nem tudom. Nem, nincs. Mert erre nem tudok, hogy, hogy mondjam. Nincs. <laughs> nincs. Sajnos nincs. És van olyan ö, külföldi színész, aki szívesen szinkronizálna? Akit szinkronizálnék? Hát, érdekes, olyan sok minden, Olyan. So most például a Duna tv ott régi filmeket játszott és a voltam a fiatalkori hangja. És hát még te, de olyan egy 30 perces kisfilm volt, szerintem életébe akkor volt először kamera előtt, mint egy rémült kisgyerek olyan volt. De például ezek nagyon jók, amikor ilyen híres embernek a hangja lehet az ember, de ott sincs ilyen szerepálmon. Tehát, és hát annyi mindent szinkronizálunk folyamatosan, hogy de az biztos, hogy jó színész szinkronizálni, az jó. Vannak olyan ö, külföldi színészek, akiknek a, a magyar hangját mindig rádosztják? Hát aki a vészhelyzetben voltam, ez az Erik Lassal, ennek volt egy filmje, ami a, az HBO-n ment, valami kosarasra, levágták mind a két kezét, meg ilyesmi, narkos volt, akkor én kaptam. Aztán volt egy sorozat, amiben ugyanez az Erik Lassal volt, ott nem én kaptam úgyhogy ö, tulajdonképpen őt öt kötötték hozzám így a vészhelyzet alapján, és hát ö, nagyon sok sötétbőrű embert szinkronizálok ezzel kap, ezért, mert hogy a, ott ilyen, én adtam a hangomat, és tulajdonképpen nagyon sok ilyen embert szinkronizálok, de nincs úgy különösebb, akit hozzám kötnének. Jelenleg melyik színházban játszol, és mit? Madár színházban játszom, nyolc darabban, az összes műzikelben, macskák fantom, mindenféle végjátékokban, az összes gyerekdarabban, Ludas Matyi négyszögletű, két balkezes varázsló. Akkor most már gyorsan felsorolom, akkor mindegy, most már úgy, nem tudom. Az az igazság, elég sok nem játszom. Játszom Buda vágya szilfák alatt, most a karintin próbálok a Déta a Goodbye Charlie, a Kutyám is szerepel, úgyhogy ez jövő héten lesz bemutatva. Ilyet nem mondok meg úgyis. Mindegy. Szóval Goodbye charlie játszom a Karinti Színházba a Péter A Sokat szinkronizálsz? Hát nézd, igen. Meg kell mondanom, igen. Most is például kaptam egy sorozatba egy figurát, a Pensacola nevű sorozatba. Azért szinkronizálok sokat, mert hogy hívnak, de nem azért megyek el, mert hívnak, hanem azért, mert meg kell élni valamiből. Hogyan tudod összeegyeztetni? Most is mondta, hogy nyolc darabba játszol, tehát ezt a szinkronnal elég nehéz lehet. Hát ezt úgy tudom összeegyeztetni, hogy ha délelőtt próbálok, délután szinkronban megyek, este előadáson van. Vagy ha nincs délelőtt próbám, akkor megpróbálom délutánra igazgatni valahogy a szinkronokat, hogy előadás előtt, mert én pátyol lakom, hogy onnan nekem bejönnöm reggel, aztán itt tengek lengek a városba, hogyha este előadásom van, tehát meg lehet egyeztetni a dolgokat. És hál' Istennek most már nem hívnak ilyen kisebb dolgokra, tehát olyanért, olyanért, hívnak, amiért érdemes bejönni. Ha minden, igaz, ha minden igaz, akkor a színész válogatott foci csapatában focizol. Hogy is működik ez? Hát ez úgy működik, hogy amikor oda kerültem a Madács színházba, a Lakló Taladár, Lipai László, Cseke Péter, mind a színész fociztak, és akkor én mondtam, hogy én is mennék velük focizni, és akkor levittek, és mondtam, hogy én kapus voltam annak idején, mely a honvédba védtem, és akkor hát be a kapuba, és akkor ott védtem, és akkor ott maradtam. Azóta is ott vagyok. Most már sajnos edzésekre reggelente nem járok, mert vidéken lakom, meg lovaim vannak, és inkább azokkal megyek ki edzeni, de meccsekre még járok, pont most lesz, jön az orosz válogatott hozzánk, és a Bubik Pista emlékére tartunk egy gálát március végén az elektromos pályán, ahol fel is lépünk, és utána pedig a minden igaz, mi megyünk májusba. Moszkvából meg le, nem Leningrádba, hanem Szentpétervára. Na, ez a korral jár. Az előbb említetted a lovakat, én azt hallottam róla, hogy szenvedélyesen szereted a lovakat. Hát szenvedélyesen olyannyira, hogy hál' Istennek, olyan helyen lakunk, hogy építhettem egy istálót, és van két gyönyörű lovunk is, amik ott vannak a ház körül, és járunk a feleségem régen versenyzett is, díjugratott. Én, hobbi, hát én 8 éves koromban 20 huszár nagyapám tanított meg lovagolni a tatterzálon, azóta lovagolok folyamatosan, de tulajdonképpen meg kell neked mondanom, hogy két éve, amióta én is járok egyzésre a lóval, és van edzőnő, azóta mondom azt, hogy most már úgy kezdek jól lovagolni. Nemrég született meg gyermeked, első gyermeked? Igen, az első, amiről tudok, de nem milyen első. Nap, milyen apának lenni? Nagyon jó, hát én 34 éves vagyok, és hát elérkezett szerintem az a kor, amikor gyereknek kell lenni, meg hát egyáltalán, hogy a feleségem, akivel megismerkedtem most már négy éve, négy és fél éve, ő az első olyan nő, akivel két hétnél tovább együtt vagyok, úgyhogy ebből már adódott, hogy összeházasodjunk, meg adódott a gyerek is, és van egy gyönyörű szép gyerekünk, most négy hónapos, úgy hívják, hogy barabás kis zétény. Gratulálunk. Köszönöm. Hogyan telik egy napod? Hát nagyon egyszerű, fölkelünk olyan fél nyolc körül, amikor a gyerek is, egész éjszaka alszik amúgy, fél nyolc körül fölkelünk, de amúgy is ilyenkor szoktunk. Lemegyek, megcsinálom a kakaót a feleségemnek, a kávét magamnak, megisszuk a reggeli műsorok előtt, utána én kimegyek, kitrágyázok, megetettem az állatokat, kiengedem a csirkéket, megetettem a kutyát, a macskát, és hogy utána, hogyha a színházban van dolgom, akkor elmegyek próbálni, ha nincs színházban dolgom, akkor bejárom a falut, elmegyek az erdészhez, a kecskéséghez, az ismerősökhöz, mert kisegítjük egymást takarmányjal, meg ilyesmi, és imádok ott a faluban ellenni, és elvégzem otthon, akkor csinálom jobban, a, kiviszem a trágyát a földre, meg ilyesmit, szóval akkor teszem otthon a dolgomat, egész napként tudok lenni a kertbe, meg a lovakkal, vagy edzésre megyek a lovakkal, szóval el vagyok otthon. Ha nem, akkor meg bejövök a színházba, a próba, és akkor este mérek haza előadás után. Milyen zenéket szeretsz? A jó zenéket. Na most e, tudom, hogy ez tágfogalom. A ritmutor, ritmusos dallamos zenéket szeretem, főleg e, én nagyon szeretem a, a mi, melyik a, ja, nem, a, nem akarom, hogy Woodlicer nevű műsort megy a Petőfin, egytől kettőig, azon például mindig régi számok mennek, nagyon szeretem. A, szeretem a Cutting Club fél, singersnek a zenét, például a kocsiba, a CD-tárba, van mind az öt lemezük, és az megy, hogyha a rádióban nem találok semmilyen olyan zenét, mert az a stílus, ez a, ez a 60-as, 50-es, 60-as évek, jazz, swing, ezek a zenéket szeretem. Szeret a Chicago zenét, a musicalnek az a fajta zene, azt szeretem, az ilyen, az ilyen bendes zenét, tehát a zenekar van, rendes, énekes. Szóval nem szeretem a műzenéket, megmondom őszintén. Jut időd arra, hogy akár egy, egy koncertre is elmenj? időm még lenne, csak nem szeretek tömegbe menni. Na ez az igazság. Ezért nem megyek. mindig hívnak barátaink, nagyon sokan járnak koncertek közül, nem szeretem. Megmondom, hogy bizonyok egy kicsit a tömegtől. Szoktál tévézni, moziba járni? Hát moziba nagyon szeretek járni, és moziba tudok is járni, mert hogyha délelőtt próbálok, a kettő között, ha nincs úgy dolgom, akkor beülök moziba. És imádom, amikor így délután senki nincs, vagy délelőtt a mozikba föl tudom tenni a lábamat, és tudom nézni a filmeket, és akkor meg tudok nézni minden bóvlit, mert a feleségem nem szereti az ilyen hogy ő az ilyen szerelmeseket, én viszont megnézek minden ilyesmi akciós csat is moziba, és akkor én nagyon jól el vagyok. Úgyhogy moziba többet járok. A tévében ott, ott, ott inkább az ilyen jópofa sorozatokat, mint helyszínelők, azokat nagyon szeretem ilyesmit. Most a bőváros boszorkákat is elkezdtem a feleségemmel nézni, mert akkor pont nem volt dolgom, aztán úgy megszerettem. Az ilyen fantasztikus dolog. A csillagkaput is szeretem. Ilyeneket szeretek. Ugye el tudok üldögélni délután, hogyha már hulla fáradt vagyok a tévé előtt. Ezeket meg tudom nézni, de amúgy meg este, ha hazamegyek, vagy ha este tévét nézünk, akkor mindig elalszom előtte. Rajszímeket szereted-e? nagyon szeretem. Most be is szereztem a gyerek miatt 10-20 CD-nyi rajzfilmet, és nagyon szeretem őket szinkronizálni. És most is például volt a, a lesz a dzsungel fia, ez a hogy hívják a dzsungelfiát? Ma, Maugli. 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 Kettő. Tarzan. Azaz. Tarzan kettő. Kis Tarzan. Vagy Maugli? Mindegy. Na mindegy. Egy ilyen <laughs> valamilyen rajzfilm, és kettő a címe, valamilyen kettő, ilyen dzsungelban élő kisgyerek, és abban vagyok egy nagyon buta nagy gorilla. És az, jó, az, is jó pofa volt. De imádom rajzfilmeket. Főleg a magyar rajzfilmeket, ezek a Caffi, Ludas Matyi, Macskafogó, Hú, fehér, ezek baromi jó. Adtad már a hangod magyar rajzfilmhez? Magyar rajzfilmhez? Hát az az igazság, hogy amikor én kikerültem, már nem, azóta nem is készült nagyon magyar rajzfilm. Hogy készült? Nem, szerintem nem. Nincs semmi olyan. De nem, sajnos még nem volt sikerem. A Walt Disney rajzfilmekhez adtam sokhoz a hangomat. Kikhez például? most gondoltam, hogy kérdez, és már olyan rég volt. Például ez egy valtézni volt, ez, amit most mondtam, ez a nagy buta gorilla, és akkor volt még, hú, most ha keresztre feszítenek, se tudom. Voltak, most annyi szín volt egy időben, voltam valami király, aki énekelt lovon, de most nem tudnám megmondani, melyik volt az. Nem, valami, valami, nem tudom, valami király voltam. Nem, nem tudom, kicsoda. Szereted az énekes szerepeket? Szeretem, abszolút. Hát én operett musical végeztem ugye a főiskolám. Szeretek énekelni. Hát a legutóbbi nagy énekes szerepem az a Javer volt a nyomorultakból. Azt imádtam például, nagyon jó volt. Egy íve volt a szerepnek, lehetett benne a nagyon jó játszani, nagyon jó dalai vannak neki, úgyhogy nagyon szerettem. Szeretek, szeretek énekelni abszolút, és hát van úgy, hogy sokat kell, van úgy, hogy egyáltalán nem kell sajnos. Úgyhogy de hát szeretem, szeretek énekelni. A zene az mindig megsegíti, segíti a színészt a szerep megformálásába, hogy ez mindig jól jön. Milyen jövőbeli terveid vannak? Hát, hogy Fú, a jövőbeli terveim, hát ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon szeretnék boldogan élni a családommal. Színházi viszonyban megmondom őszintén, hogy olyan nagy terveim nincsenek. Örülök, a kapok munkát, de én nem vagyok egy, én olyan ember vagyok, ha elém egy munkát, hogy ezt most megkaptad, ebből csinálj valamit, azt meg, de hogy én keresek magamnak valamit, az nem én vagyok. Ha felhívnak, csinálom, ha nem hív föl senki, akkor, akkor ellovászkodom otthon. Úgyhogy ilyen, úgyhogy ilyen szempontból a, fiamat szeretném majd úgy nevelni, hogy jó ember legyen. Ez a legnagyobb távlati tervem. Mivel foglalkoznál, ha a legszívesebben, ha nem színészkedhetnél, vagy nem szinkronizálhatnál? Lenne egy nagy földem, és azon megtermelném az állatoknak. Lovakat tenyésztenék, és megtermelném az állatoknak a szénát, a betevőt, és megmondom őszintén, hogy, hogy földet művelnék, és lovakkal foglalkoznék, és kint élnék egy nagy terület közepén. Ez, ez lenne a legnagyobb célom. Szeretnéd egyébként ezt akár megvalós, meg is valósítani? Meg én lottózom folyamatosan. Ahogy megnyerem, megvalósítom, úgyhogy igen. <laughs> Nem, mert mondtad, hogy nem szoktál buliba járni, de nem tudom más, is Régen nagyon sokat volt, a nincs párdon, nem tudom mondani, ez valamit a hely. Abból lett a zöld párdon, de a, nincs nincs párdonból kezdve, belebonyolódtam, mindegy, ott van az almás téren. Ott laktam régen a színháztól egy sarokra vagy kettőre, és fél félúton volt a nincs az almási téren. Na most én nekem abból állt, hogy fölkertem, bementem a színházba, megcsináltam a dolgomat, hazafelé bementem a nincs ott elfröcsözgettem a kollégákkal, mert sok színészkolónat, volt, és onnan hazatámolyogtam a lakásomba. Ott kialudtam magamat, reggel indultam a színház, na így telt az életem sokáig, belefáradtam ebbe a bulizásba, és akkor ott volt aztán minden. Na, erre a hajamat volt. Mai napig múltkor eltévedtem valamikor hajnalba, egy ilyen át, hát átbulizott volt, és aztán én érettségi találkozom ott, és utána <coughs> lementem még oda, hogy mégsem tajt részegen menjek haza, és akkor ugye így a pár te, hát tényleg csak teljesztem, és lementem, és most az a, a srác csinálja ott, az most az üzletező, aki régen pincér volt, és beléptem, és azt mondta, Jézusom, itt a BKZ! Mondom, nyugi, csak teját kérek. De ezt úgy mondtam el mert, mert mindig nagy bulig, nagy bulik, meg nagy, nagyokat csajoztunk ott, megmondom őszintén, kis tucival. Úgyhogy... Ezt akartam pont kérdezni, hogy nagy nőfalú hírében álltál? Állt, igen. 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 Így volt. Hát mivel mondtam, hogy két hétnél tovább nem volt hosszabb kapcsolatom, igen, igen, elég sok nővel volt kisebb-nagyobb bonyodalma. A feleségeddel hogyan ismerkedtél össze? A feleségemmel, nagyon érde, ez nagyon érdekes. Nekem az Aladár barátomnak van egy barátja, és neki a felesége, a mostani feleségének a lánya az én feleségem. Ez remélem érthető volt, de majd diagramon itt az interneten ezt le lehet vezetni. És 16 éves volt, amikor én először láttam, az Ali mondta, hogy menjünk, akkor állandóan az Alival lógtunk így esténként, és mondta, hogy menjünk fel oda vacsorázni, a Mik Makrai Mikihez, és akkor jó, Mikivel is összehaverkodtam, és mindig úgy meghívott, ha volt nála a kis sütögetés kedve, és a, megismerkedtem a felesége és a feleségének a lányával, aki akkor 16 éves volt, azt először, amikor láttam, hogy 15, hát egy 15 éves kislány volt, hát mit kezdjek én vele? Beszélgettünk ott, ezen, ezen, Jó, tehát múlt az idő, találkoztam vele, amikor 17 éves volt, egyszer összefutottunk, semmi. És amikor 20 éves lett, akkor, akkor megint találkoztunk egy bulin, egy másik haverunknak a buliján, és akkor, hát akkor én szemet vetettem rá, és úgy, ahogy szoktam, el is vittem a kislányt a buliból. A szegény mamája nagyokat nézett mindenki mert is, ismerte, hogy milyen vagyok. Meg, és akkor elkértem tőle, adatta, de hát mondta, hogy ő nagyon rosszul volt és akkor, azó, akkor, elvittem, ez május 14-én volt, négy és fél évvel ezelőtt, 2000 be és azóta együtt vagyunk. Színház vagy film? És. De a, színház, a színházat is szeretem, meg a filmet is. Mikor? Me a szereptől függ. Fekete vagy fehér? Hát... Fekete. Karrier vagy család? Család. Pest vagy vidék? Vidék. Éjjel vagy nappal? Éjjel. Vagy nappal. <gül> <gül> Látom, még nem jut az <laughs> Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Nagyon sok sikert kívánunk, mind a családhoz, mint pedig a munkáthoz. Köszönöm szépen, remélem úgy lesz. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.